Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. Tehát itt van velem a moralban Pajor István sportszakértő. Szerbusz István! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hallgatlak. Mi hallgatunk majd hamarosan téged. Egy kicsit azért szeretnék kedvet csinálni ahhoz, hogy legközelebb majd itt várunk már bent a stúdióban, hiszen már lehetséges, de azért nagyon örülök, hogy telefonon el tudtunk érni. És hát a világbajnokságról szeretnélek kérdezni, az atlétikai világbajnokságról, igen, ami nagyon belekerült a köztudatba, anélkül, hogy mindenki tisztában lenne azzal, hogy alapjában véve mi a kérdés, hiszen 23-ba tervezik, épül a stadion, most mégis a közbeszéd tárgya lett, hogy egy húzavona indult, és ráadásul nem is sportolók részéről, hanem politikusok részéről. Mit szólnak ehhez a sportolók? Hát mindenek előtt el kell mondanom, hogy az soha nem volt jó, hogyha a politika beleavatkozott a sportba. Elsősorban azért, mert általában eznek a úgymond negatív levét mindig a sportolók és a sportot szeretők isszák meg. Ebben az esetben itt még nem csak arról van szó, hogy itt a versenyzők, hanem ez gyakorlatilag az egész országra kiterjedő kérdés. De mielőtt még belevágnék az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos helyzetbe, azt azért el kell mondanom, hogy ennek nagyon hosszú történelme van ám ennek a sport és politika összefonódásának. Hát, csak történetileg megemlítek egy pár dolgot, nevezetesen például 1949-ben a vívó világbajnokságot és a kosárlabda Európa-bajnokságot kényszerűen távol kellett maradnunk, mert meg kellett felelnünk a nagy testvérnek. Na most ez nem egy egyedi eset, hogy ilyen erős összefonódás van, és az sem egyszerű történet, ami későbbiek során valósult meg, mint tudjuk, 1980-ban és 1984-ben a világ egy jelentős része, 1980-ban a nyugatiak, ugye, mint tudjuk, Afganisztán miatt, 1984-ben pedig a úgymond keleti blokk kitalálta, hogy nincs biztonságban a versenyzőknek az épsége, és ezért kitalálták, hogy nem mennek el a Los Angeles-i olimpiára. De ezek inkább olyan háborús, hidegháborús helyzetek, ilyen belpolitikai csatározásoknak is áldozatul esett már? Igen, az a közös nevező, hogy sport és politika. Tehát igen, itt most ugyanerről van szó, az, hogy most az külföld volt, és nagyobb, egy grandiózus eseménynek a úgymond elmaradása és nem részvétele volt. Ez a jelen esetben mondjuk minket érint, magyarokat. De azt tudni kell, hogy vannak rangos események. Hát a legrangosabb esemény ugye az olimpia. A második legjelentősebb esemény, sportesemény a labdarúgó világbajnokság. És ebben a sorrendben közvetlenül a harmadik az atlétika. Tehát az atlétika népszerűsége elvitathatatlan, szokták úgy volt mondani, az atlétika a sportok királynője. Tehát hihetetlen 210 ország, közben ugyanannyi van, amikor volt olyan, hogy több volt az atlétikai világbajnokság résztvevő országok, mint az olimpián. Na most visszatérve, akkor kanyarodjunk vissza a magyar eseményre, mert ez volt az igazi kérdés, de bevezetőnekként ezt mindenképpen el kellett mondanunk, hogy ez nem egy új keletű dolog, hogy a politika beleavatkozik. Most az, hogy itten kényszeredetten egy ember, a Karácsony Gergely, ugye, aki gyárilag megrendezte, hogy Magyarország, Budapesten ne lehessen közlekedni, ő kitalálta azt, hogy retorziót alkalmaz, azért, mert bizonyos területeket, mit tudom én, a kormány, Kína vonatkozásában máshogy kíván felhasználni. De a lényege a dolognak az, hogy van egy stadionunk, hát először is, hogy megkaptuk a rendezést.
Az, ugye ez már akkor régóta zajlik ennek a szervezése nyilvánvalóan. Igen, de hogy Magyarország megkapta az atlétikai világbajnokság rendezését, ez egy óriási dolog. Ez egy nagyon nagy dolog. Több ország próbálta megszerezni, és a magyarok szerezték meg. Jó, hogy ennek vannak szintén történelmi előzmények, egy Gyulai István, aki a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek volt a elnöke, de hát a lényeg az, hogy megkaptuk ezt a rendezést. Ez egy óriási dolog. A kormány vállalta a garanciát. Most itt a jelen esetben jogilag egy elég érdekes helyzet alakult ki, ugye hát először a MASZ, a Magyar Atlétikai Szövetségnek nincs ebben a kérdésben relevanciája. Nem is nyilatkoztak egyébként, bár biztos érzéseik hát vannak ezzel kapcsolatban, csak talán hát nem akarnak belekeveredni. Nem azt, hogy nem akarnak belekeveredni, azért, mert nincs lehetőségük ebben a kérdésben bármit is tenni. Itt ugye két dolog, van a főváros, és azt nem szabad elfelejteni, hogy a kormány az, aki vállalta a garanciát. Most nyilván a Karácsony Gergely egy pukkasztás érdekében, bosszúból megpróbálja megfúrni az atlétikai világbajnokságot. Ezt nem tudjuk előre, én nem vagyok annyira jogi szakember, hogy ezt el tudjam dönteni, hogy kinek lesz, kinek van nagyobb nyerési lehetősége, de én azt gondolom, először is maga a gondolat mocskos, aljas, ha finoman akarok foglalkozni. És hát épül a stadion, ugye, az már gyakorlatilag... A stadion az 80%-ban kész. Igen. Tehát akkor úgy érzed, hogy Budapest gyakorlatilag felkészült valójában, és a sportolók is felkészültek. Minden adott lenne, hogy ez létrejöjjön? Mert úgy emlékszem, te az olimpiát is nagyon pártoltad volna, pedig azzal is nagyon sok kérdés fölmerült, de te úgy érzed igen. akkor, hogy ez mind az országnak, mind a városnak a javára lenne, nem pedig hát a rombolására. Annyival szeretném csak kiegészíteni, hogy jelentős mennyiségű bevétel kerülne Budapest főváros, meg körülbelül 100 000 vendég várható. Nyilván tehát gondolom ezt átszínezheti ez a pandémiás helyzet, hogyha elhúzódik, hiszen az olimpián a Tokióba se tudtak nagyon sokan részt venni. Nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja például a semmi bevételeket. Semmi köze most ennek ehhez. Nem, nem. Ez ennek semmi köze ehhez. 2023-ra minden teljesen máshogyan alakul, ez az egyik kérdés. A másik, hogy van egy stadion, ami 80%-ban elkészült. Most nem is akarok kitérni nagyon a magyar atlétikai jövője szempontjából, milyen determináló, milyen meghatározó kérdés. De azért térj egy kicsit ki, mert nagyon érdekel bennünket, hogy hogyan befolyásolna ez például a magyar atlétika helyzetét, sorsát. Hát előbb említettem már, hogy az atlétika sportok királynője, úgy is lehet fogalmazni, vannak alapsportágak, az egyik az atlétika, tehát egy atlétikában erős nemzet, az egész sport, a magyar sport jövőjére is meghatározó jelentősége van. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy Magyarország megrendezheti az atlétikai világbajnokságot, ennek vannak anyagi hasznai, erkölcsi hasznai, és magára a sport jövője szempontjából rendkívül meghatározó. Most az, hogy valaki önös érdekből ezt meg akarja fúrni azért, mert tévedésből őt választották a főpolgármesternek, ez szerintem Tehát ezt nagyon-nagyon fájlalod, ez kiérződik a szavaidból. Azt elmondanád nekünk, hogy miért nevezik a sportok királynőjének? Ennek így utólag örülök, mert én is középiskolás koromig atlétizáltam, futottam, tehát én is úgy éreztem, hogy ez fontos. Viszont azt sokan mondták, hogy hát mondjuk nézőként nem annyira izgalmas ott nézni, hogy mondjuk melyikünk ér előbb a célba. Én most nem szeretnék előbányászni különböző számokat, de az atlétika nézettsége az olyan szinten van, ami más, tehát a labdarúgással vetekedhet maximum. De az atlétika, kérdezted, hogy miért hívják az atlétikát a sportok királynak, egyszerűen azért rendkívül sokoldalú.
36 versenyszám van, vannak az ügyességi számok, az ugrószámok, elsősorban a futószámok, tehát az, amikor a startvonalhoz legugol 8 vagy 9 versenyző, akár 100 métert veszek figyelembe, és ott küzdenek egymással, és millimétereken múlik az, hogy most melyik fog legelőbb a célba érni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan rendkívül izgalmas és feszültséggel telített a nézők számára rendkívül izgalmas dolog, de hangsúlyozom, hogy a másik megközelítési mód, hogy királynő azért, mert az emberi képességek vonatkozásában az atlétika minden egyes versenyszáma jelentősen hozzájárul, hogy bizonyítsa azt, hogy igenis milyen képességekkel rendelkezik egy ember. Most eszembe jut a tűzszekerekbe a gyönyörű gátfutó például, jelenet. És akkor az csak a futószámok, ugye? A futószámok, és akkor ott van a magasugrás, ott van az egyik leglátványosabb versenyszám, a rúdugrás. Tehát akkor a különböző dobószámok, súlylökés, diszkoszvetés, gerejöjtés, hát hogyha valaki meglátja azt, hogy a gerejvető, hogy ahogy elindítja a mozdulatot, és annak a eredményeként ez a 2000 grammos sportszer elindul a levegőbe, és repül körülbelül 85-90 méteren keresztül, hihetetlen látványos. És ott van akár a kalapácsvetés. Tehát az összes versenyszám, ami az atlétikában van, mind-mind nagyon-nagyon látványos. És akkor ott vannak a közép-hosszú távfutó számok. Ez semmi máshoz nem hasonlítható. Most nem akarom degradálni más sportnálakat, de az, amit de hát az nyilván nem véletlenül királynő, ezt akarod, gondolom, kihangsúlyozni. Igen, igen. Tulajdonképpen ez a lényege a dolognak, hogy itt minden, ami az emberi képességeket igényel, az itt mind megtalálható ebben a sportban. Magyar atlétika milyen eredményekkel büszkélkedhet? Jaj, tehát nagyon sok nagyon bajnokunk nehéz kérdés, van. Megmondom őszintén, tudod, hogy én igyekezni szoktam felkészülni. De akkor ezek szerint ez túl sok lenne, mert ez jó hír. Nem erről van szó, nem arról van szó, hogy nem szívesen hagynak is senkit. Értem. De hát vannak olimpiai bajnokaink, nem kevés, olimpiai érmeseink, nagyon sokan, és a magyar atlétika a kezdetét ott van a világ élvonalába. Vannak persze hullámvölgyek, arról nem beszélve, hogy annyira megerősödött a nemzetközi sportélet, ugye a televízió mögött az anyagiak, tehát olyan pénzdíjak vannak, ami korábban, tudom, a második világháború időszakban elképzelhetetlen volt. Tehát, és hát ez nagy motiváló erő, de azt tudni kell, hogy a magyar atlétika az a kezdetektől ott van a világ élvonalába, nyilvánvaló, nem versenyezhetünk a nagy országokkal, de most tényleg nem szívesen emelnék ki akár egy Zsivócki Gyulát, vagy még sok-sok olimpiai bajnokot, akik sikert és elismerést vívta ki Magyarország számára. Úgyhogy a mi számunkra az, hogy most mi itten rendezhetünk egy atletikai világbajnokságot, az egyben magába hordozza a lehetőségét annak, hogy újabb olimpiai bajnokokat tudjunk nevelni. Mert itt testközelből láthatjuk a világ legjobbjait, és ez azt jelenti, hogy a nézőközönség, akár a televízió, akár a helyszínen olyan sportélményekben gazdagodik, ami azt jelenti, hogy sok-sok ezer fiatal fogja az útját errefele indítani, és egy pillanatra el fogja engedni esetleg az elektronikai játékokat, és ahelyett inkább elmegy és
és ő is részese akar lenni az elkövetkezendőkben ezeknek az élményeknek. Ez már önmagában egy nagy vívmány, amikor elengedik az elektronikai készülékeket. Igen. És hát nyilván a természet meg a mozgás kedvéért talán a legkönnyebb, legalábbis eddigi beszélgetéseinkből mindig az jött ki, hogy ezek a leghatékonyabb ellenszerei, és ugye a bajnokok közelsége felszokta emelni a népszerűségét. Pontosan. Annak a sportnak. Igen. Akkor, amikor közvetlen közelben tapasztalhatod meg azt, hogy kimegy valaki. Még egy témáról nem beszéltünk, hogy egy olyan környezetet, tehát a főváros számára, nem a főváros költségéből, egy olyan területet tesz gazdaggá, ami egy úgymond holterület volt. És ez a magyar atlétika otthonává válik. Tehát itt nem csak erről van szó, hogy rendeztünk egy versenyt. Meg talán kiegyensúlyozza a futballnak a népszerűségét, nem? Tehát, hogy kicsit kitágítja így a perspektívát. Hát egyértelműen az a terület, ahol ez megvalósul, egy otthona lesz a magyar atlétikának, egy bölcsője lesz a magyar atlétikának, és szülőföldje lesz annak, hogy számtalan nagy versenyzőt fogunk tudni kinevelni. Egyébként jó feltételekkel bírnak az atlétikai csarnokok vagy pályák Magyarországon? Hát ez egy nehéz kérdés. Erre szokták mondani, hogy jó, hogy ez van, meg az van, de bizonyos dolgokban sohasem elég, ugye? Akár a 20 medencéket. Is, ugye? Igen, hát nem tudunk annyit építeni, hogy ne kellene még. Tehát nem állítom, bocsánat, nem állítom azt, hogy ha valaki el akar menni atlétizálni, akkor nem tud találni magának helyet. Hát azért ez így nem lenne igaz, mert azért van néhány stadion, ahol van futópálya, de minél több van, annál nagyobb a kihívás nyilvánvalóan. Tehát akkor az a feltétel, amit ez az új csarnok ad, ez mindenképpen előbbre fogja vinni ezt a sportágat, és te akkor a helyével, a kivitelezésével is elégedett lennél, de ez mindenképpen meg fog épülni, gondolom én, akkor is, hogyha a politika ide vagy oda. Én nem hiszem, hogy ezt meg lehet akadályozni. Nem hiszem, hogy ez nem fog megvalósulni. Arról nem beszélve, hogy most 2021 van, 23-ig még sok minden történhet. Még az is lehet, hogy a Karácsony Gergelynek jogosítványt kell szereznie. A biciklis sportoknak az ellenzőjeként akkor, illetve sportként az szép lenne ügyelet a városban, ez egy másik kérdés. A kettő nem zárja ki egymást, tehát attól, hogy valakinek van egy kerékpárja, a fölkerékpárja, nem zárja ki azt, hogy azért próbál jogosítványt szerezni. Én véleményem szerint azért... Ez a kettő megfér egymás mellett. Hát reméljük, hogy megfér akkor az atlétikai világbajnokság is. Minden esetre az biztos, hogy szorítani kell, és hát abból, amit te elmondtál, abból mindenki kedvet is kaphat ehhez, hiszen olyan szép leírásokat tudsz adni, hogy az ember előtt szinte megelevenedik ez a sport, tehát akinek eddig nem volt kedve, annak szerintem ezek alapján sokkal könnyebben lesz. Nagyon köszönöm, István, hogy itt voltál velünk, és vállaltad ezt a beszélgetést. Egy búcsú mondatot az, hogy nekem az egyik meggyőződésem az, hogy a sport és a mozgás szinte mindennek az alapja. Még a agyi keringés is máshogy működik, hogyha valaki mozgásban van. És ezért aztán én egy kicsit szubjektív módon sportbolondként mondom és gondolom azt, amiket mondok. És hát minket is sikerül belelkesíteni, ezt nagyon köszönjük. Köszönöm. Neked. Köszönöm szépen, akkor Pajor Istvánnak a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál. Örülök, hogy elmondhattam. Mi is. Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. És szeretettel köszöntöm a vonalban Csere Gáspár hosszú távfutót. Szerbusz Gáspár! Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Pajor Istvántól, az előző beszélgetésben hallhattuk, hogy az atlétika a sportok királynője, és hát ilyen módon te, mint futóbajnok, gondolom alá tudod támasztani azt, hogy ez nagyon sokféle sportágnak az alapját képezi, és hát valljuk be, hogy a politika az nem sokat segít, amikor el kell indulni egy maratoni versenyen, akkor az ember egész másra figyel. Talán ez is az oka annak, hogy a felmérések is azt igazolják, hogy ez megosztó politikai szempontból is, még azoknak is, akik esetleg azt a politikai pártot támogatják, aki ezt meg szeretné vétózni. Te mit szólsz hozzá, mennyire örülnél annak, hogyha itt rendeznék meg 23-ban a tervek szerint az atlétikai világbajnokságot? Hát én nagyon örülnék neki, ez természetes. Én azt tudom mondani, hogy mivel még az aktív pályafutásomban vagyok, és várhatóan ez 2 év múlva is így lesz, és remélhetőleg ott leszek az indulók között, ezért ez mindenképpen egy nagy bónusz, hogy itt rendezik, és plusz még akkor itthon is hazai pályán versenyezhetnék, hazai közönség előtt. Tehát ez óriási, még nekem egy felfoghatatlan érzés, hogy milyen lenne ez. A másik az, hogy egyébként, ha tegyük fel, én már nem versenyeznék, akkor is örülnék, hogy itt rendeznék, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon nagy esemény. Tehát azt mondják a szakmában, hogy az olimpia, a foci VB és a foci EB után ez a negyedik legrangosabb és legjelentősebb sportesemény a világon. Szerintem ezt mi magyarok nem is tudjuk igazán felfogni. Úgyhogy én mindenképpen drukkolok, hogy rendezzék meg, mert ez egy nagy lehetőség mindenkinek. Nem csak a magyar atlétikának, hanem szerintem egész Magyarországnak. Tehát akkor, hogyha a szakmát kérdezzük, tehát a sportolótársaid egyértelműen ezt támogatnák, tehát ők szeretnék, hogyha ebben nem venne részt semmilyen más szempont, hanem csak az, hogy ez a sportot népszerűsíteni, és jót tenne Magyarországnak. Tehát ez a várakozás van a sportolók között, vagy azért ott is van némi megosztottság? Én úgy tapasztalom, hogy azért elég egyöntetően támogatják. Vannak azért persze kritikus hangok például, hogy lehetne ezt a pénzt költeni inkább a hazai atlétikának a fejlesztésére, mert azért azt tudni kell, hogy mi azért a világ atlétikában egy kis szereplő vagyunk, tehát most nagyon-nagyon fejlesztik az utánpótlás, meg különféle támogatási programok vannak, de én azért azt tudom mondani, hogy 2 év múlva sem várhatunk nagy csodát, tehát itt esetleg néhány érem, meg néhány döntős helyezésünk lesz, az már nagyon jó, de közel sem tudunk olyan eredményeket szállítani, mint akár úszásban, vagy más magyar sikersportban. Itt inkább azt kell megragadni, hogy azért ide fognak jönni a világ minden tájáról hasonlóan, mint egy olimpiához. Ennek lesz egy turisztikai oldala, meg egy óriási presztízs, tehát benne leszünk a sporttörténelemben, hogy egyszer Budapesten itt volt atlétika VB. Ez nagyon nagy dolog. Illetve azért az atlétikának is egy fejlesztés, mert most ugye elkezdték építeni a stadiont, meg hozzá kapcsolódóan infrastruktúrát, amik idáig teljesen hiányoztak. Tehát jelen pillanatban nincs olyan létesítmény, ahol nemzetközi atlétika versenyt lehetne rendezni. Most végre lesz egy stadionja az atlétikának, ezt azért hangsúlyozom, nem úgy állunk, mint a fociból, hogy sokadikat építenek, hanem lesz végre egy. Tehát ez teljes hiány volt eddig. Tehát akárhogy is nézzük, szerintem jól járunk ezzel. Hát a sport nyilvánvalóan mindenképpen szól a versenyről, ezt nem lehet kihagyni belőle, tehát hogyha olyan feltételek adottak egy országban, ahol versenyezni jobban lehet, akkor az felhúzza magához, mondjuk például most az atlétikát is, erre számítasz? Igen, biztos lesz ilyen fejlődés. Itt azért ez kérdéses, hogy milyen mértékű lesz. Itt ez függ attól is, hogy tényleg a rendezés milyen színvonal lesz, meg az egésznek a kommunikáció. Ez ügyben egy picit bennem azért van félelem, hogy oké, hogy 2 év múlva lesz, az kicsit a messzinek tűnik, de azért elröpül az idő, és én azt látom, hogy itthon még nem reklámozzák eléggé ezt az eseményt. Nagyon sok magyar ember nem is tudja, hogy ez lesz. Ha tudják, és az is, hogy a politikai botrányból tudják, ennyi pozitívum van ennek a felkavarásnak, hogy legalább ez is egy reklám. Tehát én úgy látom, hogy kicsit a reklámban le vagyunk maradva, meg a sportág népszerűsítés is olyan, hogy én azt tapasztalom, hogy az atlétika sajnos nem nincs a méltó helyén kezelve, sőt, sokan nem annyira szeretik, nem annyira érdeklik. Tehát mert hiába a sportok királynője mégis méltatlan itthon, helyet foglal el. Itthon méltatlan. Szerintem igen, valahogy megragadta az, hogy a tesi órán volt egy ilyen rossz tapasztalat, hogy fú, atlétika, de nem szerettem, és akkor ennyi. Meg itthon is a sportmédia nem nagyon közvetíti az atlétikás eseményeket, tehát
kicsit olyan ódivatú lett ez a sportág sokaknak a fejében, és szerintem ez egy tép képzett, mert ez egy gyönyörű sportág, és nagyon, nagyon rangos, tehát Nyugat-Európában vagy Amerikában ez az atlétika nézettség meg a bevételei az teljes mértékben vetekednek a labdajátékokkal. Tehát én úgy gondolom, hogy kéne egy ilyen kicsit egy ilyen felvilágosító program, hogy mi is az atlétika. És, na hát vágjunk egy kicsit bele, én is arra gondoltam, hogy erről lehet beszélni, hogy ne csak a politikai oldalakon olvassanak erről, hanem legyen akkor valóban az atlétikának a méltó helyre kerülése. Akkor hogyan áll most az atlétika Magyarországon, és mi az, amivel te most, amit hiányolsz, és amit most el tudnál mondani róla? Van egyébként egy ilyen kis marketing program a szövetség részéről, hogy egy ilyen hashtag atléta vagyok program, hogy mi atléták így minden többet posztoljunk a közösségi médiában ezzel a hashtaggel, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet, hogy igen, mi vagyunk az atléták, mert például az is sokak fejében elhomályosodott, hogy a futás az igazából ugye az atlétikának a része, tehát az atlétikában vannak ugye ügyességi számok, dobószámok is, vannak ugye futószámok, hát én elfogultam, mondom, hogy szerintem ez a csúcs az atlétikán belül. És ugye nagyon népszerű a futás, mint az utcai futás, terepfutás, tehát a hobbi futás. De ez egy kicsit eltávolodott az atlétika gyökereitől, sokan elfelejtették, hogy ez valójában, akik kimennek naponta kocogni, ők is igazából atléták. Igen. És ugye ez a marketing erre próbál rávilágítani, hogy mindenki, aki fut, annak van köze az atlétikához, úgyhogy őket is várjuk ki majd az eseményekre. És aki pedig esetleg nem fut, hát az ott vannak más szakágnak gyönyörű, ugye ugrószámok, távolugrás, magasugrás, dobószámok, ugye a dobószámokban vagyunk talán a legesélyesebbek, ott vannak éremesélyeink, illetve most újabban a gátfutásban is eléggé följöttünk, ugye Bai Balázs nyert világbajnoki érmet, Márton Anita, ugye súlylökőnk, olimpián lett ezüstérmes, ők is várhatóan még ott lesznek, így már ők ugye a pályafutásuk vége felé járnak, de ott lesznek a VB-n, és vannak fiatal tehetség, akik jönnek föl, például Kozák Luca 100 méter gátfutásban, vagy a dobóknál Halász Bence, úgyhogy és hát itt vagy te is cseregáspárként, ja. Bajnokként, igaz? Azért elmondhatod te is, hogy miket nyertél, hogy lássuk, hogy ennek van tétje. Igen, igen. Nekem azért alapvetően az a célom, hogy bejussak, mert most az olimpiához hasonlóan itt a VB-n is nagyon szigorítottak a kvalifikáció, tehát ők kevesebben juthatnak ki elég erős időeredménnyel. Nekem az a célom, hogy kijussak és ott hát tisztességesen valahol a középmezőnyben helytálljak, vagy akár előrébb is, persze nem akarom lekorlátozni magam, de én azért nem számítok az éremesélyesek közé, tehát az atlétika, és azon belül is kifejezetten a maratonfutás az még a legnagyobb konkurenciával bíró versenyszám, tehát itt azért 200 ország futóiból a legjobbak küzdenek, tehát ez egy komoly versenyszám a maraton, de igyekszem oda tenni magam. Tehát akkor a maraton gyakorlatilag az egyik legnépszerűbb világ szinten? Hát azt mondják, hogy kettő emelkedik ki a nézettségbe, a 100 méter síkfutás és a maratonfutás. Tehát ez a kettő érdekli a legjobban az embereket, mert ez a két szélsőség, az egyik a vágtázás, hogy hogyan lehet minél gyorsabban 100 métert lesprintelni, a másik meg azt, hogy ezt a klasszikus távot, aminek ugye ókori gyökerei vannak, ezt hogyan lehet minél gyorsabban lefutni. Tehát ez a kettő, ez mindenképpen a leglátványosabb. És te is úgy gondolod, hogyha sok bajnok lenne jelen Budapesten, az a fiataloknak is kedvet csinálna ahhoz, hogy belevágjanak az atlétikába, tehát a népszerűségét növelni az utánpótlás szempontjából is? Hát valamennyire igen. Nyilván ennek van egy automatikus hozadéka, de én azt gondolom, hogy azért, hogy ez minél nagyobb hozadéka legyen, ahhoz nekünk erőfeszítést kell tenni. Tehát ez az, amiben kicsit én úgy érzem, hogy le vagyunk maradva, hogy automatikusan várjuk a fejlődést, itt lesz az esemény, akkor biztos minden sokkal jobb lesz. Ez azért nem biztos. Biztos, hogy lesz fejlődés, csak kérdés, hogy mekkora. Tehát ez rajtunk is múlik, meg azért a politikán is, hogy ne feketítse be itt ezt az egészet, hanem inkább ágyazom be a sikereknek, én azt kívánnám.
ezért mit tehetnek szerinted a sportolók? Mi az, amit ti a magatok részéről terveztek? Ugye most már azért egyre több sportoló, én magam is azért igyekszünk a közösségi médiában is kommunikálni. Hát ezeket a csatornákat felhasználhatjuk arra, hogy az atlétikát magát, meg kifejezetten a VB-t népszerűsítsük. És hát remélem, hogy a sportmédia, sportsajtó itthon is egyre jobban fog velünk foglalkozni, mert azért, ha akár csak ha megnézzük a nemzeti sportot, meg a nagy csatornákat, azért láthatjuk a nagyon nagy futball hegemóniát is, más sportágak nagyon pici helyet kapnak. Jó lenne, hogyha ebben a tortában az atlétika azért többet kapna, ez meg azért persze nem csak rajtunk múlik. De azért ti megteszitek, amit te lehet. Azért téged is megkérdezlek, hogy neked mekkora inspirációt jelentett például a Tűzszekerek című filmben, az a atlétikának gyakorlatilag az a felemelése, az a nagyszerű bemutatása, ami akkor a filmben keresztül átjött. Hát szeretem nagyon azt a filmet, úgyhogy mindenkinek sok szeretettel ajánlom, főleg azoknak, akik nem látták, és esetleg az atlétikát nem annyira kedvelik, nézzék meg, mert ugye az a 20-as években játszódik, és az mutatja, hogy gyakorlatilag az atlétika tényleg az olimpiai mozgalom kezdete óta az egyik legkitüntetettebb sportág, úgyhogy és Magyarországon is egyébként azt elmondanám, hogy itt az 50-es években nekünk világrekorder futóik voltak, akár Iharos, Rúzsa, Völgyi, Tábori, érdemes utána nézni ezeknek a neveknek, és később is még a szocializmus idején teltházas atlétika versenyek voltak, persze ennek volt másoka is, mert ez volt az egyetlen összegyűlökezési lehetőség abban az időszakban, de még a 98-as atlétika EB is még teltházas volt. Az utóbbi 20 évben látom azt, hogy az atlétika valahogy úgy ez a generációváltás miatt tudva, hogy a háttérbe szorult, hát most itt a lehetőség visszaállítani a dolgokat. Így van, itt a lehetőség, ezért is beszéltünk róla. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm Csere Gáspárnak a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.